Sabac, Nagybecskerek, Szent Tamás, Bega Szent György, Rácsá, Dolovó, Ittabi, Blace és Rocevici gazdái tartottak egyórás tiltakozást. Nagybecskereken mintegy 50 traktorral vonultak fel a várostátszelő sugárúton. A megmozdulás rendőri kíséret nélkül zajlott, de incidens nem történt. Tražimo rješavanje problema akcize na dizel gorivo koje poljoprivreda troši. To je problem koji traje već dugo godina i opterećuje nas u znatnoj meri. Ono što je sad trenutno u fokusu je uzrokovano time što je đubrivo, veštačko đubrivo izuzetno skupo. Došli smo u pat poziciju da poljoprivrednici prosto ne mogu da nabave adekvatne količine đubriva jer je ono preskupo. Time dovode u pitanje svu svoju proizvodnju, jer pazite, ako nema dovoljno đubriva u proizvodnji, onda nema ni dovoljno roda. A gazdák február 14-én a szerbiai kormánynak eljuttatták a követeléseiket. Ezek között az szerepelt, hogy a hektáronkénti támogatást emeljék fel 24 ezer dinárra. Szüntessék meg az üzemanyag után fizetendő jövedéki adót a bejegyzett gazdaságok részére, valamint szorítsák vissza a fagyasztott hús és a tejpor behozatalát. To je taj deo gde mi tražimo da država poveća subvencije da bismo mi mogli da kompenzujemo ovako visoke cene đubriva. Da li će ispuniti naš zahtev od 200 evra po hektaru, ne znam, zaista ne znam, možda i hoće, daj Bož da hoće. Da postoje određeno razumevanje problema, postoji. Shvatio sam da premijerka je apsolutno svesna da je ovo problem i da država mora na neki način da pomogne. A gazdák szerint ebben a pillanatban gyors, de ideiglenes megoldás lehetséges. A mezőgazdaság rendszerbeli problémáinak a megoldása egy hosszabb folyamat része lesz. Minister se pravda povećanjem cena poljoprivrednih proizvoda, međutim poljoprivredni proizvodi su otišli i sami znate, ni puni 100%, 30%, 40%, kako koji, ali inputi su otišli mnogo više i očekujemo pomoć vlade, imamo obećanja da će biti dogovora, za sad nude samo neku jednokratnu pomoć. A gazdák Sabacon tárgyaltak a mezőgazdasági miniszterrel, pénteken pedig újabb tárgyalást jelentettek be Ana Brnabić miniszterelnökkel. Az eddigi tárgyalások során arról született megegyezés, hogy az elmaradt szubvenciókat legkésőbb március 10-ig kifizetik a gazdáknak.